erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat advent első vasárnapján a Soproni Evangélikus Templomból. A mikrofonnál Nagy László a közvetítés szerkesztője. Sopronban a reformáció tanai hamar elterjedtek. 1522-ben a feljegyzések szerint már luteri szellemben prédikált a mai bencés templomban egy Kristóf nevű szerzetes. 1565-ben szervezi meg azután Gerengel Simon itt Sopronban az evangélikus gyülekezetet. Az istentiszteleteknek sokáig katolikus templomok és magánházak adtak otthont. Így az Eggenberg ház is, melynek udvara ma is őrzi emlékét ennek az időszaknak. Az első fatemplom tűzvész áldozata lett. Ennek helyén épült fel azután 1784-ben a mai templom. Torony azonban csak 100 év múlva épülhetett hozzá. A német ajkú gyülekezet a kitelepítésekkor létszámában jelentősen csökkent. Azonban így is evangélikus egyházunk egyik legnagyobb, tradícióját és jelenét tekintve egyik legjelentősebb gyülekezete a soproni. A mai istentiszteleten az igét Tóth Károly a gyülekezet lelkésze hirdeti. A liturgiában szolgál Pelikán András a gyülekezet másik lelkésze. Közreműködik a Fidelissima vegyeskar Szilágyi Miklós vezényletével. Orgonál Csizmadia Béla. A lelkész köszöntő szavai és hirdetése után a gyülekezet az evangélikus énekeskönyv 131. énekét énekli majd. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Zakariás próféta könyvéből a 9. fejezet 9. versével, advent első hetének igéjével köszöntöm a rádióhallgatókat és a gyülekezetet itt a templomban istentiszteletünkön. Nagy öröm, hogy együtt ilyen nagy körben ünnepelhetjük azt, hogy elkezdi velünk a karácsony előkészítő időszakát, és az új egyházi évet az Úristen. Istentiszteletünk keretében énekel a Fidelissima vegyeskar, és a hónap utolsó vasárnapja lévén áldozati gyűjtést tartunk. Istentiszteletünkhöz csatlakozóan az úrvacsora szentségét ünnepeljük. Krisztus Urunk hív minket. Ma délután Balfon és Fertő Szent Miklóson tartunk istentiszteletet. Ma 18 órakor az egy este az evangélikusoknál kulturális programsorozatunk keretében a zeneiskola ad adventi koncertet a nagyteremben. Jövő vasárnap a szokott rend szerint tartjuk istentiszteleteinket, 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet lesz a templomban, 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben mocorgó alkalommal. Hívogatunk mindenkit hétközi alkalmainkra és kis közösségeinkbe is, amikről a bejárat mellől elvihető hírlevélben olvashatnak. Heti hírlevelünk és újságunk a Krisztofórosz reformációi száma, gyülekezetünk honlapjáról a sopron.luterán.hu címről letölthető. Isten tiszteletünk kezdetén a 131-es éneket énekeljük.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Senki ne valljon szégyent, aki benned reménykedik. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és könyörögjünk Krisztus irgalmáért. Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy evangéliumot hirdess a szegényeknek, Uram, irgalmazz. Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy szabadulást hirdess a bűnfogjainak, Krisztus, kegyelmezz. Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy elhozd az üdvösség kedves esztendejét, Uram, irgalmazz. Bízzatok, testvéreim! Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, akiben eljött a megváltó, és aki eltávolítja a gonoszságot népe közül, eltörölve bűneiket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Jöjj, Urunk Jézus, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözüljünk a Te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen.
hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az evangéliumi igét, amit egyházunk a mai napra, advent első vasárnapjára, oltár előtti felolvasásra kijelölt. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 21. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamáron ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Főénekként majd az evangélikus énekeskönyv 149. énekét énekli.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a levélbeli igét, amit egyházunk a mai napra igehirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 13. fejezetben, a 11. verstől a 14-ig a következőképpen. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget. Ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, éreztem, hogy bűneim rabja vagyok, és panaszos szóval kiáltoztam, mikor lesz vége ennek az örökös holnapra hagyatkozásnak? Miért nem most mindjárt? Miért nem szakadja meg ez az óra életem gyalázatosságát? Így sóhajtoztam, s szívem a legkeserűbb bánat könnyeit sírta. Egyszer csak fiú vagy leány hangot hallok a szomszédházból, énekelt, s ezt ismételgette. Tolle, lége, vedd, olvasd. Visszanyomtam könnyeim áradatát, s felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam a jelben, hogy nyissam ki a Szentírást, s olvassam el e szemembe ötlő legelső fejezetet. E gondolat hatása alatt visszasiettem oda, ahol Alípiusz ült, mert oda tettem az apostol könyvét, mikor fölkeltem onnan. Fölkaptam, kinyitottam, s egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem legelőször esett. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Nem akartam tovább olvasni, nem is volt szükséges. Amint ugyanis a mondat végére értem, mintha a biztos megnyugvás fénye árasztotta volna el szívemet. A kételkedésnek utolsó árnyéka is eloszlott belőlem. Magadhoz fordítottál ugyanis egészen. Kedves testvérek! Ágoston, az ókori egyházatja így emlékezett vissza ezzel a római levélbeli igénkkel való találkozására. 1630 évvel ezelőtt ez volt számára felébredésének alkalma. Bennünket is, mindannyiunkat, soproniakat, országszerte és a határokon túl a rádiót hallgatókat, ezzel szólít meg most Isten ugyanezen az igén keresztül. Most van itt az alkalom. Most van itt az idő arra, hogy átéljük az Istennel való találkozást, hogy a sorsunk megváltozzék. Különleges alkalmat, minőségi időt kapunk ajándékba. Az időt gyakran ellenségnek tekintjük. Egy-egy születésnap vagy az újra visszatérő advent emlékeztet az idő múlására. Úgy érezzük, versenyt futunk vele a sok teendőnkkel, és hogy a múlásával végérvényesen szegényebbek leszünk. Valóban ellenségünk a rohanó idő, ha nem jóra használjuk. François Villon haláltánc balladájában, Faludi György tolmácsolásában így hangzik a refrén. Tunyán henyéltünk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek, véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk, Jézus herceg. A ballada verszakai egy-egy gyenge emberi életcélt jelenítenek meg, amivel a szereplők nem használták jól a kapott időt, ezért kétségbe esnek, amikor az elfogy. Van egy szereplője a balladának, aki viszont nem aggódik emiatt,
hanem hasznossá tud válni. Az idő múlásában nem maga a múlás, hanem az értelmetlenül elmúlás, az igazi célok nélküli elmúlás a szomorú. Kedves testvérek, ha volt maradandó tartalma az előző advent óta eltelt évnek, akkor nem kell siratnunk. Isten ebben a mai igényben az idő múlására figyelmeztet minket. De nem azért, hogy ijesztgessen, nem is azért, hogy a rövid ideig tartó leárazás marketing trükkjével kényszerítsen. Isten az időt nem megszorításnak adja, hanem lehetőségnek, ajándéknak. Ma különleges időt kapunk ajándékba Istentől. Advent páratlan időszakát. Érezzük, hogy ez a néhány nap egészen más, mint az év többi része. Világító díszek, vásárok, meghitt rendezvények, készülődés mutatja advent fontosságát. Sürgetnek bennünket a karácsonyi dalok, hogy minden kész legyen az ünnepre. De valójában miért különlegesek ezek a hetek? Mire való ez az idő? Mi adhatja meg azt a tartalmát, amitől nem értelmetlenül múlnak el, ha majd véget érnek az ünnepek? Advent eljövetelt jelent, tehát az Úr érkezését hirdeti. Ezt talán sokan tudjuk. De mit jelent az, hogy ő jön? Erre a kérdésre válaszol ez a mai igénk, hogy mit hoz az érkező Úr, hogy minek az ideje advent. Azt hallhatjuk ki belőle, hogy először is az üdvösség ideje. Ezt a ritkán használt szót bátran behelyettesíthetjük a boldogsággal, mert az üdvösség nem csak eljövendő halál utáni mennyországbéli létet jelent, hanem már most a reménytelenség, a magány és minden félelem elmúlását. Erre van szükségünk. Kedves testvérek, hát ezután sóhajtozunk nap mint nap. Ez az, amit egy-egy teljesítendő feladathoz, elérendő célhoz kötünk, ha meggyógyulok ebből a betegségből, ha egyszer kifizetem a hitelt, ha elvégzem az iskolát, ha megszületik a gyermekem, akkor fog oldódni minden görcs, akkor érzem majd azt, hogy biztonságban vagyok. Ezt nevezzük boldogságnak. Ezt tűzzük ki magunk elé, ezt várjuk a következő teljesülő feltétel után. De nem jön el, hiába hajszoljuk. És ebben az adventet meghirdető igényben azt halljuk, hogy közel van hozzánk az üdvösség, közel van hozzánk a boldogság. Közelebb, mint gondolnánk. Az adventi vendég feltétel nélkül, kitűzött teljesítendő célok nélkül hozza el. És csak ő hozhatja el. Várhatjuk mi, várjuk is a boldogságot elvektől, személyektől, döntésektől, életviteltől, pedig csak Jézus Krisztus jelenidejű adventje hozhatja el. Adventnek ugyanis három jelentése van. Emlékezünk arra páratlan eseményre, amit évszázadokon keresztül vártak, hogy 2000 évvel ezelőtt eljött a megváltó, emberré lett az Isten. Másrészt jelenti azt, hogy titokzatos, rejtett módon most is jön hozzánk. Harmadrészt jelenti azt, hogy egyszer majd egészen nyilvánvalóan, dicsőségesen tér vissza. És ebből a három jelentésből hadd emeljem ki most a középsőt. Mert ha csak emlékezem a betlehemi történetre, és ha csak reménykedem, hogy egyszer majd véget vet valaki az igazságtalanságnak, attól még nem kapok most boldogságot. Csak úgy lehet közel hozzám az üdvösség, ha Jézus adventje jelen idejű, ha egybeesik 2016 adventjével. Igehirdetésben, igeolvasásban, a keresztségben, az úrvacsorában igenis érkezik a várva várt király. Ahogyan az evangéliumi igében hallottuk, hogy egy hétköznapi szürke szamár hátán lovagolt be Jeruzsálembe, úgy most is emberi szavakat, ostját, bort használ fel arra, hogy megvalósuljon a nagy találkozás. Nem egyszer majd,
hanem már most. Gyönyörűen írja Luther Márton egyik karácsonyi énekében. Úgy jött a földre szegényen, hogy minket gazdaggá tegyen, hogy mint mennyben az angyalok, már itt lehessünk boldogok. Advent a jelen idejű, közeli üdvösség ideje. Másodszor Advent igénk szerint a nappal közeledésének az ideje. Talán különösen is átérezzük ennek a fontosságát most, amikor már a délután közepén sötét van, amikor egymást követik az óraátállítás megszüntetésére, vagy időzóna váltásra irányuló ötletek és kezdeményezések. Hiszen éltető erő számunkra a napsütés, nagyon rosszul érezzük magunkat nélküle. Az éjszaka félelmet kelt, nappal vállalhatatlan tetteket takarhat el. Fizikai, lelki, erkölcsi és ezerféle tapasztalatunkkal szemben szólal meg a mai igénk híradása. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Pedig úgy érezzük, hogy sötétben vagyunk, amitől nem látni Isten atyai arcát, és amitől nem látni a többi ember arcán sem a jó indulatot, így mindenhol ellenséges indulatot sejtünk. Hogy sötétben vagyunk, ahol nem tudni, mi vár ránk. Bárcsak vége lenne egyszer. Ahogyan a Zsoltáros írja, lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Advent azt hirdeti, hogy hiába tűnik úgy, hogy egyre csak nő a sötét, hiába nevetnek az arcunkba a gonoszságot, mások megalázását büntetlenül elkövetők, hiába érezzük azt, mintha egyre kevesebb lenne az erőnk. Igenis, közeledik a világosság. Johann Heinrich Wichern, evangélikus lelkész úgy találta ki árvaházi gyerekek számára az adventi koszorút, hogy az egyre több világító gyertya erre a növekvő fényességre utaljon. Mert csak ez adhat reményt. Ahogyan Kosztolányi Dezső írja, aranyos szárnyon repül a hajnal, ragyogó bárddal űzve az éjet. Tűnnek a rémek, messzire, halkan. Itt van a hajnal, itt van az élet. Az emberiség története során annyi mozgalom hirdette magáról, hogy elhozza a fényt. Gyakran csak növelni tudták a sötétséget. Újra és újra meg kell tapasztalnunk, hogy csak sötétség van Krisztus eljövetele nélkül, aki ezt mondja magáról, én vagyok a világ világossága. Advent azt jelenti, reggeledik. Harmadszor Advent az ébredés ideje. Érdekes, hogy ebben az adventi igénkben nincs szó andalító hangulatról, hanem azzal szólít meg minket, ideje már az álomból felébrednetek. Tehát az a boldogtalanság, sötétség, amitől szabadulni szeretnénk, nem pusztán valami rajtunk kívülálló összeesküvés, hanem bennünk van, ránk jellemző állapot. Lelki értelemben vett alvás, amiből fel kellene ébrednünk, de érdemes is felébrednünk, mert olyan Úr közeledik, akiért érdemes az álomképeket feláldozni, érdemes a kényelmes kereteket feladni. Ez az ébredés a megtérést, a hitetlenségből hitre jutást jelenti. Érdekes, hogy ezzel Pál apostol nem valami istentelen pogányokat ostoroz, hanem ezt egy keresztény gyülekezetnek írja. Tehát aki úgy gondolja, hogy ismeri ő eléggé Istent, volt neki már elég meghitt adventje, annak is szüksége van újra és újra erre az ébredésre. A ma kezdődő egyházi év számunkra, evangélikusok számára egészen különleges, mert ennek során ünnepeljük a reformáció elindulásának 500. évfordulóját. Ugyanis ennek a számunkra és az egész világ számára meghatározó ébredési mozgalomnak a kezdőpontja az volt, amikor 1517-ben Luther Márton útjára indította 95 tételét. Az első tétel így szól. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Egybecsengez azzal, hogy a mai adventet kezdő igénk
betegágyon fekvőknek és úton lévőknek, magukat megtért kereszténynek vagy ateistának vallóknak egyformán szól. Ideje már az álomból felébrednetek. Advent az ébredés ideje. Egyszer pedig advent az átöltözés ideje. Különös megfogalmazást használ ugyanis ez az igénk azzal kapcsolatban, hogy milyen változást hoz advent, mit jelent az ébredés. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Az átöltözésről könnyen a köpönyek forgatás juthat az eszünkbe, amikor csak a külső változik meg, a belső nem. Itt nem erről van szó, hanem hogy a belső változást, az ébredést mindenképpen külső változás is követi. Tehát, hogy nem csak elméletben, nem csak belső lelki békességben, hanem a hétköznapi tettekben, életvitelben is igaz az, hogy aki kipróbálta, tudja, hogy Krisztust levetni nem érdemes, mert rátalált a legjobbra. Nem a köpönyek fordul, hanem az egész ember, és vele a köpönyeg. Ez a ruhacsere végül is az egész ember kicserélődését jelképezi. Cseréről van itt szó, aminek a szükségességére Ágoston is rádöbbent, amikor isteni sugallatra ezt az igét olvasva magára ismert a dorbézolóban, részegeskedőben, bujálkodóban, kicsapongóban, viszálykodóban és irigyben. Ráébredt, hogy életmódjának és egész élettartalmának cseréjére van szükség. Hasonló cseréről más helyen is ír Pál apostol. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A Golgotai kereszten Jézus felvette a mi ruhánkat, a bűn ruháját, ami, legyünk Ágostonhoz hasonlóan őszinték, minden hétköznapi viseletünk. Itt az ideje, hogy felvegyük az ő ruháját, az ünnepi fehér ruhát. Csodálatos örömhír, hogy van más öltözék, mint ami szinte már egyé vált velünk. Advent az átöltözés ideje. Az időt gyakran ellenségnek tekintjük, de nem az, ha Krisztust magunkra öltve élünk. Ahogyan a mélyvíz is csak annak árt, aki nem tud úszni. Krisztusba öltözve értelmes célt kap az életünk, és akkor már nem hiába múlik, akkor nem úgy szállnak az évek, mint a percek. Mikor lesz vége ennek az örökös holnapra hagyatkozásnak? Miért nem most mindjárt? Kérdezhetjük Ágostonnal. Válaszol ez a mai igénk. Itt az alkalom sorsunk megváltozására, mert itt van az advent, azaz érkezik Jézus, és elhozza az üdvösség idejét, a nappal közeledésének az idejét, az ébredés idejét és az átöltözés idejét. Ámen. Imádkozzunk. Uram, Istenem, köszönöm, hogy újra elhoztad advent gyönyörű idejét. Kérlek, öltöztesd ünneplőbe, fehérbe a szívemet. Add, hogy átéljem, ez a te érkezésed ideje számomra is. Jöjj el hozzám és változtass meg. Ébresz fel. Ámen.
Következő ének alatt gyűjtjük össze az adományokat. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, hálát adunk neked, hogy nem hagyod magadra ezt a világot, hanem eljöttél Jézus Krisztusban, most is itt vagy közöttünk, egykor pedig teljessé teszed jelenlétedet. Kérünk, add, hogy egész évünket és egész életünket meghatározza a te advented, a te érkezésed. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy újra itt a drága adventi idő. Kérünk, szenteld meg ezeket a heteket, hogy ünnepi előkészületünk ne csak a külsőségeket, hanem a bensőnket is érintse, hogy ne csak a karácsonyt, hanem az üdvösséget is közelebb hozza. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hűtlenségünk ellenére újra és újra közeledsz hozzánk. Add, hogy megbecsüljük igédet és a szentségeket, tedd ezeket alkalmas eszközzé arra, hogy rajtuk keresztül napról napra veled találkozhassunk. Urunk Istenünk, könyörgünk a családokért. Sokféle külső erő igyekszik szétzilálni az összetartó közösségeket, és különösen sokszor lesz úrrá a családtagokon a közöny és az önzés. Kérünk, vigyél közelebb bennünket egymáshoz, szülőket és gyermekeket, testvéreket és távoli rokonokat. Urunk Istenünk, könyörgünk az anyagiakban és a lelkiekben szűkölködőkért. Láttasd meg az egyedül létet elszenvedőkkel, hogy te őket sem hagyod magukra. Adj irgalmas felebarátot minden nehézséggel küzdőnek. Láttasd meg velünk, hogyan lehetünk atyai gondviselésed eszközeivé egymás számára. Urunk Istenünk, könyörgünk hazánkért, nemzetünkért. Őrizd meg a háborútól és az igazságtalanságtól az egész világot. Adj bölcsességet azoknak, akik a kormányzás felelősségét viselik, és add, hogy mindannyian megtaláljuk feladatunkat kis és nagy közösségeinkben. Urunk Istenünk,
Köszönjük egyházadat, gyülekezetünket. Add, hogy otthonra találjunk az Isten tiszteleteken és a többi közösségi alkalmon. Kérünk, őrizd meg és újítsd meg népedet az új egyházi évben is. Használj fel követetként minden keresztény embert. Urunk, Istenünk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Add meg mindazt, ami atyai akaratoddal egyezik. És kérünk, formálj úgy bennünket, hogy felkészülten várhassuk Szent Fiad, Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét, akinek tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jelenlévőket hívom az áldás és az ének után a gyónás és az úrvacsora közösségébe. Végül fogadjátok az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet. Oh.
kedves hallgatóink! Evangélikus istentiszteletet hallottak Sopronból. Igét hirdetett Tóth Károly, a gyülekezet lelkésze. A gyártásvezető Hegyi Gyöngyi, a vallási műsorok főszerkesztője Mucsányi János, valamint a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Dancs Zoltán és Radvánszki László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Nagy László. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából az MTVA készítette. Közvetítésünket meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Evangélikus istentiszteletet legközelebb, december 18-án hallhatnak Kispestről. Igét hirdet Deák László, a gyülekezet lelkésze. Erős vár a mi Istenünk!